Az összefogás jó példájának nevezte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a november 15-én csütörtökön átadott Kesznyéteni Sajóhíd felújítását. Az átkelő rekonstrukcióját támogatta a kormány, az Európai Unió, míg a Magyar Honvédség a közeli Köröm és Muhi között felépített pontonhíddal segítette a helyiek közlekedését. Németh Szilárd a híd átadásakor a Borsodaba-Üzemplén megyei Kesznyétenen elmondta, az évtizedek óta húzódó felújítás azért is bír nagy jelentőséggel, mert mintegy 15 ezer környékbeli életét könnyíti meg a híd. Sokan ugyanis a közeli Tiszaújvárosban dolgoznak vagy tanulnak, s az átkelő nélkül mintegy 40 kilométeres kerülőre kényszerülnek. Ezen a helyzeten segített a Honvédség, amikor szeptember elején pontonhidat létesített a Sajó-Muhi és Köröm közötti szakaszán, így sok időt és több 10 millió forintot spórolhattak a helyiek. A II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred 99 katonája vett részt a pontonhíd felépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatban. Egyszerre 24-en teljesítettek folyamatos 24 órás szolgálatot az átkelőnél. Közöttük vannak búvárok, egészségügyi személyzet, s azok a katonák, akik a forgalmat segítették. Eddig 73 napot és összesen 45 ezer munkaórát dolgoztak. A felépítése óta a pontonhídon több mint 100 ezer jármű haladt át, sorolta az államtitkár. Kiemelte, a katonák a déli határon folyó munkájuk és missziós szerepvállalásuk mellett a magyar embereket is segítik, például katasztrófa esetén vagy a mostanihoz hasonló helyzetekben. A világ minden pontján a magyar honvédet azt egy példaértékű, mintaértékű katonának tartják. 4 kontinens, 14 országában veszünk részt NATO meg Európai Uniós missziós feladatokban, ENSZ missziós feladatokban. Tehát nagyon sokrétű a katonáinknak a tevékenysége. Mutatja az is, hogy szükség van katonákra, és hogy egyre inkább részt kell vennünk az ország építésében. A sajtótájékoztatón beszédet mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Kecső Imre Kesznyéten polgármestere és Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója. A beszédek után a résztvevők felavatták a hagyományok szerint egy hordó átgurításával a Kesznyéteni Sajóhidat. A katonai pontonhidat várhatóan november 16-án pénteken bontják el.